Matematika énekszakos tanár, magánénekes. Tagja volt a Honvéd Férfikarnak és a Tomkins énekegyüttesnek. Jelenlegi munkahelye a Nemzeti Énekkar. Emellett a Szent Efrém Férfikar tagja. Három gyermek édesapja. A mai ismeretlen ismerős Viszló István. Szervusz, köszöntelek. Szervusz. Azt mondtam rólad a bevezetőben, hogy magánénekes vagy. Ez mennyiben különbözik az opera énekestől? Kérdezem én ezt, mint teljesen olyan, aki nem tudja. Hát az opera énekes először is a Zeneakadémiát végzett, és nem csak énekszakon, hanem kimondottan opera szakon. Tehát ez egy 3+2-es tanulmány, nekem pedig főiskolai, amit Miskolcon végeztem, főiskolai végzettségem van, ami magánénekesi, meg kamarazenész vagyok, és ez annyit jelent, hogy természetesen, hogyha olyan adódik, akkor én is énekelhetek operát, meg oratóriumot, dalokat, és mindenféle műfajban működhetek, de a titulusom az még nincs meg. És nem is nagyon lesz már meg. Igaz, az egyetemi képzést azt éppen most szeptemberben akarom majd megcsinálni, hogy felső egyetemi végzettségem legyen, mint magánénekes, de akkor sem operaénekes végzettségű leszek. Te mindig is énekelni szerettél volna? Hát nem egészen. Amikor gyerekként elkezdtem az iskola mellett még mással foglalkozni, akkor először néptánccal kezdtem, és nagyon szerettem táncolni, és hát akkor persze táncos akartam lenni. De aztán jött a zene, és a legjobb barátom klarinétozott. Így jött a klarinét. Aztán a klarinét mellé, ugye, az kevés, hogy csak egy fúvós hangszer, akkor még zongorát is fölvettem, így lettem klarinétos és zongorista. Ráadásul klarinétból zeneakadémiára készültem. Győri Konziba fel is vettek, csak aztán mindenféle körülmények közbe jöttek, és átmentem a gimnáziumba, amellett továbbra is csináltam a klarinétot, és aztán ennek következtében jutottam el a Pécsi Egyetemre, matematika ének szakra, tehát az zenét azt megtartottam folyamatosan a gimnázium évek mellett is. Te hol születtél? Én Zircen születtem, és a város szélén, az utolsó utcában, az erdő tövében laktunk egy családi házban, nagyon idilli környezetben. De aztán onnan elköltöztetek végül. Szüleimnek a munkaköri változásai következtében, meg munkahelyváltás következtében 7 éves koromban Győrbe kerültünk. Mivel foglalkoztak a szüleid? Hát édesapám közművelődésben volt, vagy hát most így igazából történelem-filozófia szakos tanár. Akkor anyukádról mesélj. Ő szintén tanár, de ő tanár is volt Zircen is, Győrben is, és aztán tanárként ment nyugdíjba is, ő matematika-fizika szakos tanár. Hát akkor a matematika szeretete innen. Matematika mindenképpen onnan. Történelem meg édesapámtól. És Zircen jártál néptáncra? Nem. Győrben már? Az Győrben, a Kisalföld néptánc együttesbe. És hát azt is elmondhatom, persze szerintem többen ismerik, remélem a Tündi se sértődik meg, a Rémi Tündi volt a táncpartnerem annak idején, aki a Honvéd Művész Együttes szóló táncosa lett, meg hát a szép emlékű Bobik Istvánnak a felesége. És nagyon kíváncsi lennék, mivel azt mondtad, hogy Zircen születtél, és aztán ugye Győrbe költöztetek, de Zircen nem sokáig laktatok. Inkább Zircinek, vagy inkább Győrinek vallod magad? Hát mindenképpen Zircinek vallom magamat.
mert, mint mondtam, nagyon idilli környezetben laktunk fönn egy családi házba az erdő szélén, és mikor Győrbe költöztünk, akkor egy panelba kerültünk, ami nekem nagyon nagy törés volt. Igaz, most így utólag tudom, hogy a lehetőségek azok Győrben voltak. Tehát Zircen nem biztos, hogy eljutottam volna oda, ahova most eljutottam, de hát ennek ez volt az ára. Milyen gyerek voltál? Hú. Olyan jó kisfiú, aki mindig megtanulta másnapra a leckét. Szorgalmas. Vagy épp az ellenkezője? Ez nagyon vegyes, ugyanis az első osztálynak a bizonyítványa az is szerintem egyedi, hogy mindenből jeles voltam, szorgalomból és az összes tárgyból, de magatartásból 4-es voltam. De nem azért voltam 4-es, mert rossz kisfiú voltam, vagy beleszóltam, vagy húzigáltam, hanem egyszerűen nehezen viseltem a másik gyermeknek, a szegénynek a lassúságát, vagy az oda nem figyelését, és én órán is fölugrottam, és oda mentem, és megmutattam, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, miért nem ezt csinál, tehát én már akkor is intézkedtem. És hát ilyen szempontból nem voltam egyszerű gyerek. Azt mondtad ugye az előbb, hogy matematikai énekszakon tanultál. A matematika szeretete az valamilyen szinten akkor az édesanyjától jött. Mindenképpen. Az ének pedig onnan akkor, hogy néptáncoltál, meg zenét tanultál? Hát édesapám családjában, vagyis a nagymamám nagyon szép hanggal megáldott hölgy volt, és mindig énekelt valahol, de az anyai ágon is nagyon sok volt a ilyen hobbi zenész, és hát édesanyám éppen klarinétozott gyerekkorában, tehát van mind a két oldalról hátterem. De ez elég furcsa párosítás attól függetlenül, hogy matematikai ének. Hát mindenki furcsának tartja, de akik benne vannak, azok egyáltalán nem. Ugyanis az énekben is nagyon sok a matematika, főleg, hogyha szolfésre vagy a zeneelméletre gondolok. És ezért nagyon sokan nagyon jó párosításnak gondolják. Uh-huh. És tanítottál is, ugye? Tanítottam bizony. Hol? Hát az első évem az egy nagyon megterhelő, kimerítő volt. Diploma után a 8-kerben egy évet bírtam összesen, mert hát ott benne a dzsumbújban rögtön kezdő pedagógusként 15 osztályt párhuzamosan vittem, és hát válogatottabb gyermekek és szülők voltak ott egy hatalmas iskolában, és aztán utána menekülőre fogtam. Mondtam, én, ha kell, akkor inkább villamosvezető leszek, vagy buszsofőr, néztem a hirdetéseket, de aztán valahogy, és erre már nem is emlékszem, hogyan talált meg a szerencse, hogy menjek el felvételizni a Honvéd férfikarba, ahova felvettek, 2 évig ott voltam, mint karkötelezett szólista. De pillanatra, csak mit jelent az, hogy karkötelezett szólista? Ez megint egy szakszó. Hát ez semmi extrát nem jelent, csak jobban hangzik. Yeah. Az annyit jelent, hogy szóló feladatokat adnak nekem, vagy szóló feladatokat is ellátok, de amellett a kórus, a férfikari kórus koncerteken is teljes mellbedobással kell lenni. Tehát nem csak szólista státusz, és akkor a kórusban nem énekelek, nem csak kórus, hogy én szólókat nem kaphatok, hanem kaphatok szólókat, énekelhetek, de mellette a kórusban is teljesítenem kell. De aztán 2 év után ezt is ott hagytam, és akkor jött a szép élet számomra, mert a 2. kerületben a Csík Ferenc általános iskolába tanítottam, ami egy sporttagozatos iskola volt, és ez egy kis iskola volt. Évfolyamonként 2 osztály, egy sport, meg egy sima. Kicsi létszámú volt a tantestület, és a 35-40 fős tantestülethez képest legalább az egyharmada férfi volt. Nagyon jó volt a tanári gárda, nagyon jó volt a diák gárda, és ott osztályfőnök is voltam.
Sőt, hát 6 évet tanítottam csak itt, ami már hát elég régen volt, 98-ban fejeztem be a pedagógusi pályámat, és azóta összejárunk a tanárokkal minden hónapban, akik akkor ebbe a társaságba voltak, mert annyira jó gárda volt. Igen, ez érez valamit. És miért azt mondtad, hogy befejezted a pedagógusi pályádat? Miért? Hát, pénz. Pénz. Mert én nagyon szerettem tanítani, nagyon szeretek tanítani, de abból egy családot fenntartani nem lehet. És hát szerettem volna családot, szerettem volna önálló életet, és hát pedagógusi fizetésből sajnos még most sem lehet. Akkor, amikor befejezted a pedagógusi pályát, akkor már megvolt a feleséged? Tehát már fél is nem. Most? Nem. Akkor ezt csak előre tervezted? Én eléggé előre tervező típus vagyok, már amennyire lehet. És akkor ezek szerint az éneklés az egy kicsit kifizetődőbb? Hát mindenképpen. És hát ez annyit is jelent, hogy a hobbim a munkám. Tehát igen. Ilyen szempontból is nagyon szerencsés az életem. De mondom, én nagyon szerettem tanítani, és most is, hogyha, tehát magánéneket most is tanítok, tehát vannak növendékeim. Régebben még az iskola után sokáig tanítottam matematikát és gimire vagy egyetemi előkészítőt. De hát ez meg már igazából azért maradt el, mert hát az időmben nem fért bele. És akkor most már csak az éneklés? Hát most már csak az éneklés, meg az énektanítás. Azt említetted, hogy a Honvéd férfi karban voltál 2 évig, és aztán még a Tomkész ének együttes tagja is voltál. Igazából ez a lépés, ez párhuzamosan jött, hogy a Honvéd férfi kart akkor hagytam el, amikor beugróként bekerültem a Tomkész együttesbe, és rögtön befogadtak, meg lehettem egyenértékű tag, de az a Honvéddal párhuzamosan nem nagyon ment. És akkor nekem ez így jól jött ki a lépés, hogy hát a Honvédból is elkívánkoztam, és akkor visszamentem tanítani, amit szintén nagyon szerettem, és a tanítás mellett a Tomkész az nagyon jól elfért. Ez úgy zajlik egy ilyen kórusba, vagy énekkarba, vagy férfikarba bekerülés, hogy felvételi természetesen. Természetesen. Meghirdetnek felvételit, vagy te csak bekopogsz, hogy én jövök? Többféle verziója van. Attól függ, hogy van-e üres státusz, ami nincs betöltve, akkor meg szokták hirdetni. De nagyon sokszor, meg nagyon sokan jönnek csak úgy, hogy hallgassák meg őket, ismerjék meg arcukat. Emlékezzenek rá, hogy amikor lesz majd hely, akkor ne felejtkezzenek el, vagy akkor szóljanak, hogy jé, hát itt volt valaki, aki érdemes arra, és most már van hely, akkor hívjuk őt. Neked melyik verzió volt? Mondjuk a Honvédnál? Nem emlékszem. A Honvédnál egyszerűen nem is emlékszem, hogy hogy kerültem, meg ki szólt, mert akkor annyira el voltam borulva a 8. kerületi tanítás után, hogy mondom, egy menekülés volt, és mindenbe beleugrottam, és nem tudom, nem emlékszem egyáltalán. És a Tomkész? A Tomkészben úgy, hogy egy honvédos volt Tomkész tag, aki egy bizonyos koncertre nem ért rá, és akkor engem kért meg, hogy helyettesítsem. És aztán a Tomkinsba meg, mikor elmentem kisegíteni, akkor nagyon megfelelőnek tartottak, és akkor mondták, hogy nem lennék-e rendes tag. És aztán az így történt, ott nem volt felvételim, csak kvázi ez a beugrásos helyettesítés volt a bemutatkozásom, hogy ez megfelelő, nem megfelelő, mind hangban, mind technikában, mind zenei felkészültségben. Ellenben a Nemzeti Énekkarba úgy felvételiztem, hogy annak idején igazából a Rádió Énekkarba hívtak. Csak akkor éppen ballagott az osztályom, ez olyan április környékén volt, és én mondtam, hogy hát az osztályomat ballagás előtt nem hagyom ott, mert azonnal kellett volna munkát kezdeni, de a kettő együtt nem megy, mert az is délelőtt, meg a tanítás is délelőtt van. És aztán így kvázi lecsúsztam a Rádió Énekkarról, ami akkor sokkal jobb fizetéssel kecsegtetett. És aztán, mikor elballagott az osztályom,
akkor meg én magam mentem el, ugyanígy a rádiósok, meg ugye itt a zenei berkekbe ismerik egymást az emberek, és akkor elmentem a Nemzetibe felvételizni, ami akkor még azt hiszem, hogy állami énekkar volt, és akkor oda fölvettek. És akkor azt elkezdtem. Milyen szólamban énekelsz ott? Hát én tenor szólamban énekelek. És voltál szólamvezető is? Voltam bizony, 6 évig. Oda kerültem, ott is egészen tejfölös szájuként, mert alig, hát ugye 2 éves honvédos múltam, az nem olyan nagy cucc, de a szólamvezetőm kapott jobb állást, és ő elment, és érdekes módon 1,5 év után engem javasolt a karnagynak, szólamvezetőnek, és aztán a karnagy belement. Többen mondták, hogy hát nehéz fába vágtam a fejszémet, és bele fog törni a bicskám, de nem tört bele, sőt a 6 évem alatt elmondhatom, hogy a leggyengébb szólamból a legjobb szólamot csináltam. És ez a te döntésed volt, hogy véget ért, vagy? Igen, az az én döntésem volt. Az egyéb körülmények miatt történt, mert a vezetőségben való részvétel ennek következtében automatikus. És én nem vagyok egy lassú típus, egy majd megoldódik típus, és csak gyűltek a problémák, amiket én szerettem volna már megoldani, megcsinálni, rövidre zárni, tovább lépni. És ez engem olybá zavart, hogy már hazahoztam magammal a feszültségeket, és én nekem erre nem volt szükségem. És kértem és azt mondtad, hogy köszönöm ennyi. Karnagytól, hogyha lehet, akkor ne. Bár szólamvezetőként nagyon szívesen tevékenykedek, egyébként most is nem csak a tenorban, hanem más szólamban is, hogyha valaki hiányzik, és éppen szólampróba van, akkor engem kér meg a karnagy, hogy tanítsam be, vagy helyettesítsem az akármelyik szólamvezetőt. Úgyhogy nekem nincs hiányérzetem, viszont sokkal nyugodtabb vagyok. Ezt elhiszem. A Nemzeti Énekkar azért szerintem nincs úgy benne az emberek tudatában, mint mondjuk a filharmonikusok, vagy más ilyen nemzeti zenével kapcsolatos csoport. Mesélnél egy kicsit róla? Azt el tudnád mondani, hogy mikor alakult? Hát éppen most lesz jövő héten a nagy jubileumi koncertünk, ami annyit jelent, hogy ugye az Állami Népi Együttes az 60 éves lesz, a Nemzeti Énekkar 25 éves jubileumát üljük. Ez annyit jelent, hogy az Állami Népi Együttesből egy csoport kivált 25 évvel ezelőtt, akik megkérték a Pásztai Miklós karnagyot, hogy alakítson ki egy kórust. És ez az énekkar nemzeti énekkarként a nemzeti filharmonikusok karöltve egy egységet alkot azóta is. Tehát a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak az volt a Nemzeti Énekkar az oratórium kórusa. Nem is jól mondom, tehát az Állami Hangversenyzenekarnak, a régi AHZ-nak volt ez az állami kórusa. Ez volt egy cég, ami átalakult 2001 után Nemzeti Filharmonikusokká és Nemzeti Énekarrá. De ez egy cég, és ezt is kevesen tudják, hogy igazából a Nemzeti Filharmonikusoknak a főzenei igazgatója Kocsis Zoltán. Azt tudják. A Nemzeti Filharmonikusokat is tudják. De az én nagy főnököm is, idézőjelbe, Kocsis Zoltán, mert ugyanő keze alá tartozom, de természetesen az énekkarnak van egy vezető karnagya, aki Antal Mátyás, és hát ő az elsődleges főnököm. De hogy ez az egész, ez egy cég. Ezt is sokan nem tudják. Igen, meg egyetlen nemzeti énekar létezéséről is szerintem keveset tudnak. Merre jártok, mit csináltok, miket énekeltek? Hát sajnos most már csak ilyen egyedüli nagy oratórium kórus maradtunk, mert régen ugye nagyobb létszámmal működött a Kodály kórus Debrecenben, a Honvéd férfikar, mint férfikar, és a rádió énekar itt Budapesten szintén. De a létszámcsökkentések következtében ezek 40 fő körülire apadtak,
amivel nem lehet kiállni egy nagy oratóriummal. Ehhez képest a Nemzeti Énekkarban? Ehhez képest a Nemzeti Énekkarban 80-an vagyunk, és hát hogyha belegondolunk, hogy egy Verdi Requiemhez, egy Beethoven 9. szimfóniához, vagy egy Brahms német Requiemhez, vagy egy Mahler második szimfóniához, ahol hatalmas zenekarok vannak, tehát hatalmas hangszeres apparátus, és azt át kell énekelni, ahhoz kell létszám. Hiába akármilyen képzettek, vagy nagy hangok, egy bizonyos létszám kell ahhoz, hogy egy hatalmas zenekart át tudjon énekelni. És hát igazából a nagy oratóriumokra specializálta magát a Nemzeti Énekkar, vagyis inkább úgy mondanám, hogy ezek állandó repertoáron vannak, de emellett természetesen a baroktól a kortársig mindent csinálunk, és akár kisebb létszámban is, de alapvetően a nagy oratóriumok a profilja, elsődleges profilja Nemzeti Énekkarnak. Szerte az országban és külföldön is? Igen. A többi előbb felsorolt profi énekkarral szemben a Nemzeti Énekkar az egy ilyen kiszolgáló személyzet, csúnyán fogalmazva, de ez abszolút pozitívan értve, tehát a magyarországi vidéki városokba is elmegy, és a zenekarok általában minket hívnak, hogy az oratórikus zenét megismertessük magas színvonalon a nem budapestiekkel, mert sajnos ilyen szempontból is eléggé centralizált az ország, és ez azért jó szerintem. Most már tradícióvá vált évek óta, hogy minden évben más megyét PC-sz ki az együttes, és akkor ott ifjúsági koncertsorozatot csinál. Már most Pest megyébe megyünk, éppen március elején lesz ez a koncertsorozat. Tavaly Veszprém megyébe voltunk, előtte Győr-Sopronba, tehát most azt hiszem, hogy így elkezdtük körbejárni. Ezek az ifjúsági, tehát a fiataloknak a nevelése is, de egyébként meg nagy esti koncertekken az összes nagy vidéki városban megfordulunk. Ezen kívül persze külföldre is eljutunk, tavaly Kanári-szigeteken voltunk, idén Brüsszelbe az EU-s nyitókoncerten, megyünk Vatikánba, tehát Európába, többször voltunk Japánba. Kobayashi Kenichiro volt ugye Kocsis Zoltán előtt az Állami Hangversenyzenekar vezetőkarnagya, és az ő révén többször eljutottunk Japánba is. És a Nemzeti Filharmonikusokkal együtt utaztok ilyenkor? Vagy vannak közös fellépések is, meg külön fellépések is? Tehát a vidéki koncertekre általában vidéki szimfonikusok hívnak meg minket. Sokszor van az, hogy itt Pesten a Nemzeti Filharmonikusokkal van egy koncert, és akkor előtte főpróba koncertként, ezt persze csak én mondom, de az is ugyanolyan értékű, van egy vidéki koncert és egy pesti koncert, de nagy többségében más zenekarokat szolgálunk ki, de természetesen évente többször vagyunk a Nemzeti Filharmonikusokkal is közös koncerten, mind Pesten, mind belföldön, mind külföldön. Volt olyan, ami nagyon emlékezetes volt a számodra, olyan koncert, olyan fellépés, akár mondhatsz külföldit is, meg belföldit is. Hát több koncert volt természetesen, ami emlékezetes, és mindegyik másért. Japánban azért emlékezetesek a koncertek, azon kívül, hogy Kobayashi Kenichiro egy fantasztikus személyiség, mert abszolút magával ragadó, és a zene úgy árad belőle, de Japánban olyan koncerttermek vannak, amik egyszerűen lenyűgözők, fantasztikusak, nincs olyan pontja, ahonnan nem ugyanolyan jól lehetne mindent hallani. Nem tudom, hogy hogy csinálják, ez még Európában nem sikerült. Aztán vannak ugye olyan koncertek, amikor a karmester miatt lesz nagyon jó. Ez érdekes módon az egyik kollégámmal éppen beszéltük, hogy akár számunkra névtelen, de már világhírt bejárt karnagyok idejönnek, de hogyha az olasz, akkor az nem tud rossz lenni. Tehát az olasz karnagyok alatt
mindig egészen máshogy szól az énekkar. Biztos a nyelvezetből is, meg a zene ősanyjához képest is árad belőlük a zene, és a zenekart is a énekszólamokhoz alkalmaz passzítja. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok karnagy azt kéri a kórustól, hogy hangszerszerűen énekeljen. Ami egy kicsit szárazabb, sokkal ritmikusabb, pontosabb és exaktabb, üresebb. Még egy olasz karnagy fordítva a zenészeket kéri, hogy úgy muzsikáljanak, minthogyha énekelnének. És ugye ez minket jobban inspirál. Persze. Mert mi énekesek vagyunk, és ez a mi hangunk. Természetesen én azért úgy gondolom, hogy a középen van a dolog, hogy az énekeseket arra kell kérni, hogy úgy énekeljenek, mintha hangszeresek lennének, és az hangszereseket meg, hogy úgy zenéljenek, mintha énekesek lennének, és akkor ebből talán egy nagyon kedvező dolog jön ki. Azt mondtad, hogy ugye voltál karkötelezett szólista, meg hát szólamvezető is, tehát énekeltél szólókat is a kórusokban ezek szerint. Igen. De azért te nem szólista vagy, hanem csapatjátékos, úgymond. Én úgy mondanám, hogy elég sok helyet bejártam, nem helyileg értve, hanem nem is tudom, szerintem 20-nál is több együttes van, amiben énekeltem. Ez az általános iskola, főiskola, fiatal évek, középkorom, akármi, erre, arra, mindenfelé kacsingattam. Ez annyit jelent, hogy én énekeltem egészen kis együttesbe, kvártetbe. Énekeltem kamara együttesbe, énekeltem férfi karba, énekeltem vegyes karba, kis vegyes kar, nagy vegyes kar, színházi kórus, oratórium kórus. Tehát nagyon sok felé énekeltem, és emellett szólóztam is. És nem csak a Honvéd együttesbe, vagy a Nemzeti Énekkarban kisebb, nagyobb szólókat, hanem most is vannak folyamatosan szóló koncertjeim, vagy oratóriumban kell énekelni, vagy egy dalestbe közreműködni, vagy egy diplomakoncerten énekelni. Tehát szóló feladataim most is vannak, de én megjártam mindenféle változatát az énekesi pályának, és mindegyiknek más a gyönyörűsége. A szólistának a szólistaság, hogy ott kiáll és egyedül van, de a kamarában nagyon jó mondjuk egy Brahms szerelmi dalkeringőket egy kvártetbe végig énekelni két zongorával, az egy nagyon nagy élmény. Vagy a Tomkins együttesben egy kisebb együttesben énekelni, vagy egy férfi karba, de kamara együttes, mint most például a Szent Efrém, vagy a nagy férfi karba a Honvéd, vagy kis vegyes karba, vagy nagy oratórium kórusba, mindegyiknek más a szépsége. De ha a szívedre teszed a kezed, akkor sem tudod megmondani, hogy melyik az, amelyik a legközelebb áll hozzád. Mindig ugye arra vágyik az ember, hogy szólista legyen. Hát persze. És hát ezt szeretni a legjobban az ember, de hát belőlem hiányzik az, hogy olyan bátorsággal kiálljak egyedül énekelni, mint ahogy ezt kellene. Tehát igazából kvártettezni szeretek legjobban, amikor minden szólamból csak egy ember van. Tehát van felelősség is, de mégis vannak támasztékok jobbról-balról, és akkor biztonságban is érzi magát az ember, és mégis szólistaként azt a saját szólamát csak egyedül viszi. Van valamilyen szakmai vágyod, amit szeretnél elérni? Szokták mondjuk a színészektől megkérdezni, mi a szerepálma, hát most neked... Hát nekem nincsen. Ami én pontosan az előbb felsoroltak következtében többen is kérdezték, hogy hát még mindig benne van a lehetőség, és hogy nem akarok szólista lenni, és hogy menjek el, meg előénekelni, meg mit tudom én, mert operett felé is kacsintgattam, meg akkor csak oratórium, vagy csak dal. De én úgy érzem, hogy én jó helyen vagyok. Megtaláltam a helyemet, nagyon szeretek a
nagy kórusba énekelni, az is ad egy biztonságot, és amellett tudok kacsingatni jobbra-balra, ami tetszik, azt nagyon szívesen elvállalom. De a Nemzeti Énekkar állandó elfoglaltságot jelentett? Abszolút. Minden nap jártok be próbára? Abszolút. Igen? Az egy rendes főállású munka. És hogyha nincs próba, akkor meg éppen fellépés van valahol. Így van. Így van. De neked azért emellett, a szakmai életed mellett van családod. Van. Méghozzá három pici gyermeked. Hogy jut idő rájuk? Hát, nehezen. Amit lehet, természetesen velük töltök. És ennek következtében itthon nagyon sok mindenről le is mondok. Ez annyit jelent, hogy tévét nem nézünk, mert ha már végre egyszer itthon vagyok, akkor ugye nem is nagyon engedik, kisajátítanak, mondjuk egy nap, egy fél órás híradó a maximális engedélyezés fürdés alatt, hogy ne sérüljenek. Egyébként gyakorolni sem tudok otthon, meg nem is gyakorlok, tanítani sem otthon tanítok, tehát mindent igyekszem a munkahelyemen és az olyan szabadidőmben elvégezni, ami bent Pesten történik. Tehát úgyse tudok hazajönni napközben, ha mondjuk este koncert van, délelőtt főpróba vagy sima próba, és akkor a kettő közé próbálom az összes egyéb ügyes, bajos, vagy saját, vagy tanításbeli problémáimat megoldani, hogy haza ne hozzak semmit, és akkor amikor itthon vagyok, akkor azért maximálisan velük tudjak lenni. Igen, de szerencsére vannak állandó programok, ilyen a reggeli óvodába vívés, ez mindig az én feladatom. Mert akkor még itthon vagy. Úgyis megyek dolgozni, és akkor beadom őket, és akkor ez egy ilyen kötelező együttlét, és amikor otthon vagyok este, akkor meg a fürdetés is az enyém, de hát ez csak akkor, amikor otthon vagyok. Azon ritka alkalmakkor. Egy igazán jelentős fordulópont volt az életedben, hát több is volt, de az egyik ilyen jelentős volt, amikor Galgahévízre költöztetek. Hogyan kerültetek ide? Mert hogy egyikötök, jól tudom, hogy egyikötöknek sincs kapcsolata Galgahévízzel, nincs, rokoni. Nincs semmilyen. Szálak nem fűznek ide titeket. Semmilyen kapcsolatunk nincsen Galgahévízzel, de amint már említettem korábban, eléggé tudatosan előre gondolkozó ember vagyok. És hát ezt is már 3 évvel előtte elterveztem. Ugye összeházasodtunk 2000-ben, és 2005-ben jöttünk ki Galgahévízre. Ez 5 év. És akkor olyan 2002 környékén határoztuk el, hogyha gyerekeket szeretnénk, meg nem is egyet szeretnénk, meg nem is kettőt, akkor azért jó lenne, hogyha kijebb költöznénk. És akkor ugye elkezdtem nézelődni, meg hát ugye én nagyon sokat utazom, mint együttessel, mint autóval, kamara együtteskor, akkor úgyis 3-4 autóval megyünk, tehát mindig járjuk az országot. És hát úgy fölmértem, hogy honnan lehet bejönni, megközelíteni a munkahelyemet. És hát aztán elkezdtem sorba járni az 1-es, a 2-es, a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as utakon. És hát leszűkítve maradt a 3-as autópálya mente, meg az 5-ös autópálya mente. De hát mivel én zirci vagyok, vagyis annak vallom magamat, ezért nekem a sík az nem jött be. Az M5-ös így kizárva, maradt az M3-as. Nagyon fontos volt a választásban az, hogy én nem tartom jónak azt, hogy valaki 8-10 milliót költ egy telekre, mikor lehet olcsóbban is. Keresgélés közben láttam egy kirívót Budán, egy üres telek 99 millió. Tehát aki ezt megveszi, annak a saját problémája. Én erre sajnáltam. És akkor Gödöllőig tudtam, hogy jó magasak a telekárak, és a következő autópálya kihajtó környékén nézegettem. Az egyik kollégám ráadásul ikladi, és Ikladon is néztem, Hévízgyörkön is, és Galgahévízen is, aztán így jött ez a Galgahévíz, és hát nagyon jól érezzük magunkat. Befogadtak könnyen, gyorsan? Én úgy érzem, hogy igen, ha nem, akkor nem baj, de én így érzem. Az a lényeg végül is, hogy te hogy érzed. Én érzem. Milyen benyomásod volt először a faluról, erre kíváncsi lennék. Hát. Hát.
Sokan, akik galga héviziek, azoknak ugye van egy rálátásuk, meg ahogy éltek benne, tudják, hogy ki hova tartozik, ki kivel van jóba, rosszba, ki kivel fúj, kire fúj, meg kivel lehet kijönni, kivel nem, meg itt. Mi ebből semmit nem láttunk, és engem csak jó dolog ért folyamatosan. Ezt is már elmeséltem máshol is, hogy 3 napja jártam be Budapestre. És hát persze, akkor még nem tudtam, hogy hogy megy a busz, meg mennyi idő kell, hogy leérjek a buszhoz. És hát persze rohanásban voltam, akkor már volt ugye 2 gyerek. És akkor rohantam le a buszhoz, és egyszer jön ki egy néni egy házból, soha nem láttam, ott már persze mindenki tudott rólunk, hogy mi jövünk oda, mindenki ismert minket, hogy azok, nem is név szerint, de hogy azok az újak, mi meg senkit. És akkor jön ki bicikliével, és akkor mondja, hogy hova rohan, fiatalem. Jaj, mondom, megyek a buszhoz, mert nem tudom, hogy elérem-e. Azt mondja, itt a biciklim, vigye le, aztán majd eléri. Hát mondom, és hogy hozom vissza, vagy mikor? Tegye le a templomnál a gesztegyefánál, majd megtalálom. Ez volt a belépő. És akkor fölpattantam a biciklire, le a buszhoz, leregtem a gesztegyefánál, elértem a buszt, és hurrá. És aztán ez csak az első, de hát főleg a szomszédnénink is, az is egy idős, 80 fölötti hölgy volt. Nyáron jön át, hát van egy kis bab, elfogadja, persze, köszönöm. Akkor a másik, ő neki a rokon, az meg cukkinit hozott, vagy padlizsánt, vagy akármit, és egyszerűen kérdezés nélkül jöttek, ismerkedtek, és mindenki hozott valamit. Tehát nem tudom. Nekünk csak jó élményünk van, és aztán utána jött ugye az István a király, és az meg kvázi ismerté tett név szerint is, vagy arc szerint, hogy na ő az, és akkor talán valamelyes tetszést aratott ez a bemutató, és aztán onnantól meg úgy érzem, hogy még jobban. Tehát nekem csak pozitív. Az István a királyba hogy kerültél be? Hát a polgármester úr annak idején, Basa doktor, ő ugye amikor bekerültem a faluba, felmérte, hogy kicsoda vagyok, mit csinálok, honnan jöttem, és aztán ő tudta, hogy mit dolgozom, hogyan dolgozom, a doktor úr, az a Nemzeti Énekkar alt szólam vezetőjének, a fiának a keresztapja. Tehát valahol a szálak mindig összeérnek, és akkor ő tudta, hogy ezt hova kell engem elhelyezni. Uh-huh. És aztán ő kért fel, hogy elvállalnám-e, és akkor úgy megrágtam a dolgot, és akkor igen mondtam, és összejött. Milyen érzés volt István alakítani? Hát nekem fantasztikus élmény volt. Több szempontból is. Hát ugye az István a királynak, az István a szerepe, hát ezt gondolom, hogy mindenkinek az álma, hogy ezt elénekelhesse, ez nagyon jó érzés volt énekelni. Fantasztikus érzés volt az, hogy megint egy csapatmunkát végzünk. Közös a felkészülés, közös az odaadás. De ezen kívül azért is volt fantasztikus, mert nagyobb városoknak is dicsőségére szolgálna, hogy egy helységből, egy településből egy ilyen gárdát ki tud állítani. Nem egy ilyen idézőjelben kisebb községből, hogy tényleg a táncosok, a szólisták, mindenki 20-tól 60 éves korig mindenki bedobta magát, teljes lendülettel, magát nem kímélve, és egy nagyon jó produkció alakult ki belőle. És nem azért, mert hogy zeneileg ez hibátlan volt, vagy tökéletes volt a minden tétele meg része, de egy olyan fantasztikus erő sugárzott az egész produkcióból, mert mindenki beleadta magát, nem csak egy hakni brigád volt, hogy na jó, ezt már csináltam 80-szor, akkor most lesz 81-szer, és akkor majd lemegy valahogy, hanem ez mindenkinek az első volt. És mindenki beleadott apait, anyait, és ez aztán úgy megdobta, hogy nagyon jó produkció kerekedett belőle. Szívesen részt vennél más ilyen jellegű felkérések? Természetesen. Nagyon sok sikert kívánok neked, mind a szakmai életedben, mind a magánéletben.
köszönöm szépen. És nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. És köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra!